Traktorral szállítja a takarmányt a szarvasmarháknak a Hőgyész Lislit családtagja. Április 25-e óta ezt szabálytalanul teszi, ugyanis az utca felétől mindkét irányból közlekedési tábla tiltja a lassú járművek behajtását. Az önkormányzat egy kamerát is kihelyezett az út végén. Az 1946 óta állattartásból élő családtagjai értetlenül állnak az intézkedés előtt. A 60-as szám alatt hozzuk be a szénát, szalmát, ugye, silót, és tehát ez a tábla hatája alatt elvileg nem lehetne. De viszont a forgalmi úttől kéne biztosítani. A Schlitt család tagjai azt mondják, mindent megtettek az utca tisztán tartása érdekében, még egy különleges vízzel működő tisztító berendezést is beszereztek, hogy eltávolítsák a koszt az útról. Ugye megbeszéltük vele, hogy akkor le lesz kefélve, megcsináltuk az utat, lekeféltem az utat, megmutattam neki fényképen, hogy tehát így nézett ki, így néz ki most, azt mondta, hogy jó, oké, de mégis kinőttük a 40 marhával. Vagyis a település vezetése és az utcában lakók szerint ennyi állatot egy ilyen kis helyen nem lehet már megfelelően ellátni, ezért arra ösztönzik őket, hogy vigyék máshova telepüket. Ráadásul a polgármesteri hivatalhoz sok panasz érkezett a traktorok miatt, ezért döntött a képviselőtestület a további intézkedésekről. Főként belterületi útjaink védelmében kellett, hogy intézkedjünk, úgy érzem, illetve a lakosság többségének védelme érdekében, hiszen esős időszakban lehetetlen állapotok keletkeztek az erőgépek kibe közlekedése miatt az utca felső szakaszán. A polgármester azt mondja, a közlekedési táblákra azért volt szükség, mert másképp nem tudnak rendet tartani itt. A családi gazdálkodó pedig azt állítja, egyelőre máshogy nem tudják megoldani az állatok elhelyezését, etetését, ezért kénytelenek megszegni a szabályokat és behajtani az utcába traktorral. A családi gazdálkodó azt szeretné, hogy a község önkormányzata építsen a házuk mögötti területen egy szorgalmi utat, amin tudnának közlekedni. Ha pedig nem tudnak közös nevezőre jutni a település vezetéssel, jogi útra viszik az ügyet, mert a megélhetésük került veszélybe. A polgármester pedig azt mondja, a táblákat nem fogják elvinni, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy rend legyen.